Március 1-e és 31-e között zajlott országszerte, így Sárospatakon, valamint az itt működő rendőrkapitánysághoz tartozó illetékességi területen a kerékpárosokat és gyalogosokat érintő fokozott ellenőrzés. Az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti igazgatója által elrendelt akció keretében közel 500 rendőr vett részt a sárospataki területen, akik mindezeken túl a gépjárművezetőket is ellenőrizték ez alatt az idő alatt. Eredményesnek tekinthető ez a fokozott ellenőrzés. Az elmúlt hónapban 3 ittas járművezetővel szemben intézkedtünk, 24 esetben helyszínbírságot szabtunk ki, 27 esetben pedig közigazgatási eljárást kezdeményeztünk szabályszegőkkel szemben. Jellemző a területünkre az, hogy az állampolgárok, gépjárművezetők még mindig nem használják a passzív biztonsági eszközöket. Legtöbb esetben biztonságjöv elmulasztása miatt, illetve gyermekbiztonsági rendszer nem használata miatt intézkedtek a rendőreink. A gyalogosoknál azt ellenőriztük az akció során, hogy a rájuk vonatkozó kresszabályokat betartják-e, kijelölt gyalogátkelő helyen közlekedjenek, illetve a lakott területen kívül is tartsák be azokat a szabályokat, amik rájuk vonatkoznak. A rendőrei nem csak napközben, hanem a késő esti órákban is jelen voltak, elsősorban a főbb útvonalakon. A fokozott ellenőrzés célja nem a büntetés volt, hanem az, hogy megelőzzük a közlekedési baleseteket, felhívjuk az állampolgárok figyelmét arra, hogy mennyire fontos ezen eszközök használata, mennyire fontos az, hogy a kerékpáros betartsa a közlekedési szabályokat, használja a számára előírt eszközöket, láthatósági mellényt, kerékpárja fel legyen szerelve elő-hátul lámpával, biztonsági eszközökkel. Bár ez a fajta ellenőrzés április 1-jével befejeződött, már is itt a másik. A Sárospataki rendőrkapitányság a húsvéti időszakot figyelembe véve továbbra is ellenőrizni fogja a közúton közlekedőket. Húsvéti időszakban megfigyelhető az, hogy megnövekszik a gépjárműforgalom. Azok a gépjárművezetők is előveszik a gépjárműveiket, akik ritkában közlekednek vele, tapasztalatlanul közlekednek az utakon. Jellemző területünk az, hogy merészebbek az emberek. Jó idő van, gyorsabban hajtanak, igyekeznek egyik helyről a másik helyre gyorsabban eljutni, és lazzábban alkalmazzák a kresszabályokat, valamint jellemző az is, hogy bátrabban fogyasztanak szerszes italt. Ezt fogjuk ellenőrizni, erre is van egy fokozott ellenőrzési tervünk, hogy húsvét ideje alatt az ittasságot ellenőrizzük a gépjárművezetőknél, illetve a kerékpárosoknál is. A közlekedésrendészeti osztályvezető hozzátette, idén sem érdemes a sorsot kísérteni az ünnepek alatt. Aki alkoholt fogyasztott, az inkább ne üljön autóba húsvétkor sem.